folyton csalsz! Igen, jó reakciónak hívják. Milyen játék? Mint az utolsó öt. Valószínűleg összeesküvés szűnek ellened. Így van, nem tudok megnyerni egy meccset sem. És a disznók utáni zsíros ujjaknak ehhez mi köze? A játékban pehes vagy, a szerelemben szerencsés. Ott is bal szerencse van. Ki merészel közéd is a disznók közé állni? Kétről beszélek. Ó, ő egy otthonrontó, tönkretesz egy ilyen tökéletes családot. Hagyd abba, talán komoly a dolog. Igen, nem megy jól, azt mondanám, hogy szétesőbe van. Nem tudom, használj jobb ragasztót, momentumot például. Kár, hogy az erőnk ilyen gyorsan elszállt, segített volna. Igen, örülök, hogy eltűntek. Elegem van, hogy Danit üldözöm, és magyarázom neki, hogy a barátnője vagyok, nem szörny. Ó, király, ez a kedvenc játékom. Benne vagyok. Bocsi, csak két joystick van. Na, akkor mára neked elég volt. Itt az ideje, hogy kicsináljuk a nagyképű gúnát. Igen, szedd ki, vagy tedd be egy stukkerba. Engedd el a belső parasztodat, megmondom, mit kezdünk vele. Győzünk. Ah, azt megtehetnénk. Már megint abba a démoni dobozba bámulnak. Ezekből a városi kölykökből semmi haszon nincs. Barátok, új kihívás az Instagramon. Számoljunk sorrendben a kommentekben. 1, 2, 3 és így tovább a végtelenségig. És szerezzünk 50 000 lájkot, mert szereztünk nektek egy klassz sztorit. Gyerünk, te nagy hörcsög! Nyomd a gombokat! Na, mozgasd a paradicsomodat, mintha vasvillás farkasok üldöznének! Olé! Olé, olé, olé! Olé! Olé, olé, olé! Mi ez az őrült parádé hátul? Hamarosan megszokod. Hurrá, győztünk! Győzelem? A traumatológusodnak. George, megkértelek, hogy viselkedj. Mi? Én csak jól meg akartam őket rúgni. A francba! Kiengedett be egy csorda vaddisznót a házba. Ne aggódjon, mindent beteszem a karámba. Micsoda férfi. Hol? George. Na, mit csináltok? Biztos elvesztetted a látásod. Vissza akarjuk hozni. Nem vesztettem el a látásomat, csak te nem értesz semmit. Hol is tartottunk? A magzat 10%-ának elválasztása a magzat 100%-ától. Mi? Ne is kérdezd. Mi ez a sok görbe kéz? Majd én megmutatom nekik. Na, szegény zöldségek. Szegények. Hát micsoda kegyetlen vég! Emlékezzünk! Hol van a holdfényem? Milyen sorsfordulók! Ezt kell megélnem! Hol van a holdfényem? El tudod képzelni, a nagymama elkezdett kiabálni és dudálni. A németek a házban vannak. És a kertben felejtettem a vasvillám. Mi
Én is hallom. Nagymama, megjelsz minket a kiabálással. Igen, maga kezdte. Nem én kezdtem. Nem vagyok én egy kakas. Nem gondolod, hogy... Te vagy az én jó emberem. Az erőnk nem tűnt el, hanem újra megmozdult. Na, drágám! Démonok! Sürgős mentőtervre van szükség. A nagymamádnak? Nekünk! Mi van, csalán tettél? Mi a közös az érzelmek ereje és a nagymama elkapása között? Őrültségnek hangzik, de... Nem, ez téveszme. Ha nem akar segíteni, akkor nélküle is boldogulunk. Gyerünk, George! Majd én magam gondoskodom róla, hogy... Hogy? Mi baja van? Saját mérgeit szaglázta. Inkább tavasz. Vakancsok, mit adtok? Nem adhatom ki a wifit. Kérdezzétek meg a szarvaspóznákat. Kapjátok el! Gyerünk, gyerünk! Húzzunk ki a nagyit a mosdóból! Gyerünk, gyerünk! Dani elment és magamra hagyott. Majd keres egy másikat a nyaraláson is, ott hagy. Nagyi! Mondjatok valamit, biztos, hogy el akar hagyni. Nem mondatok semmit. Akkor biztos szakít vele. Te mit csinálsz? Semmit. Te is valamiféle erőkben hiszel, ugye? Nem, ez hülyeség. Én a racionalitás híve vagyok. Rendben vagy. Igen. Nem, mégsem. Jól vagy? Azta, te Mike Tyson vagy? Nem. Akkor miért vagyok gyűjtve? Nagyi, nincs hova futni, adja fel. Kerekeken gurul vagy, repülőgép üzemanyagba lépett. Nem kell félnie, mi segíteni akarunk. Ezt már hallottam pár csalótól. És aztán mi történt? Azt már nem tudom. A medve hasában jó hangszigetelés. Van medvéje? Nem lennék meglepve, hogy sárkány parkol a garázsban. Kérem, ne essünk pánikba! Megtehetjük! Az arckifejezésetekből ítélve minden kérdés felesleg. Neked nem nagymamád van, hanem egy niszi, akinek hamis állkapcsa van. Itt mindig ilyen őrület van. Az életben minden relatív, nekünk ez a normális. Nem hangzik jól. A gyakorlatban még rosszabb. Mit fogunk tenni a Nagyival? Felejtsük el mindegy rossz álmot és kerüljük el. Aha, miért féltek annyira? Na gyerünk, hozd rendbe, amit tettél. Nem bírom tovább. Történt valami? Nem tudok rendesen kémkedni a szomszédaim után, ezek az érzelemváltozások miatt. A hangos nevetés egy kicsit elárul engem.
Remélem nem hívják a Greenpeace. És nem tudom nézni a kedvenc valóságsóimat. Szomorúság tör rám, hát nem látok semmit a könnyeimen keresztül. Melodrámákat lehet nézni, ahol sírni kell. Ez sok viccet! Ez most segítene, vagy csak le akarjátok porolni? Jó munkának tűnik, mehetek én is. Kiszedjük a nagymamából ezeket az erőket. Mindjárt kilökitek belőlem a reggelimet és az ebédemet. Jaj! Miért nem fordulunk a tudományhoz? Ne forduljunk többé a tudományhoz. Tort vagy Pikachu-t akartál csinálni a nagymamádból? Nyilvánvalóan a kísérlet nem sikerült, de kipróbálhatjuk újra. Nem! Nem! Ki akarja még felfedni előttünk a belső szadistáját? Én! Sötét, remélem megérted, hogy ezt nem szó szerint értettem. Van egy jó ötletem. Nem tetted hozzá, hogy azt hiszed, hogy van. Nem, nem hiszem. A statisztikák mást mondanak. Ennyi, a nagyi halott. Hogy érted, hogy meghaltam? Épp most kezdek élni. Hát, erre nincs szükség. Új tervet kéne találni. Eldöntötted, hogy csinálsz egy kis palacsintát? Hozd a nagyit. Kész. Nagyi, jól van? Király! Az egyetlen dolog, ami megrémít, hogy sötét ötlete bevált. Most mit fogunk csinálni? Meg Instagramon, mi történik, ha összekeverjük az érzelmeket. Adjatok lájkot egy új történetét, és iratkozzatok fel. Igen, egyáltalán nem vagyunk ragadósak, vagy... Igen, egyáltalán nem vagyunk ragadós. Nem fog ragadni. Hallé, hallé, ho! Hallé, hallé, hallé! Szent! Szégyenlős vagyok. Viselj rózsaszint, ma minden szabályt megszegsz. Na, gyerünk! Egy kicsit. Igen.